Az újság metróban benne volt. 10 éves gyerek megszurkált egy 15 éves fiút, mindenki rögtön Krisztiánra reagált, mert ide nem jár más. Valakit megszúrt, de akit megszúrt az él, valami MP lejátszó volt a nyakába a gyereknek, és azt akarta tőle eltulajdonítani, aztán körülbelül 3000 forint körül érték. El tudom róla képzelni, mert korához képest gusztustalanul, szemtelen, nem csak az idegenekhez, hanem ugyanúgy a baráti köréhez. Amit itt művelt itt az emberekkel, az valahogy nem kóser. Jellemtelen, illemtelen. Román kis bevándorló panasz. Nagyon, de nagyon rosszul viselkedik, mindenkinek a zsebébe bele nyúlkál, az én zsebembe is nyúlkál. Engem is kizsebel, őt is, barátaimat is. Én nem rabolom, én szégyem tisztel, mint az édesapám, mert árva gyerek. Én nagyon eleven, jó képességű, jó eszű gyerek, aki személy szerint én úgy vettem észre, hogy azért neki szíve is van, mert volt úgy, hogy nekem elvette a karórámat, és akkor azt mondtam, hogy figyelj, ez nem játék, hogy elveszed a karórámat, mert én ezt a barátítokat. Például én visszakaptam. Nem hiszem, hogy direkt le akarta szúrni, érted, hogy most leszúrom, és akkor elveszem. Az csak gondolta, hogy megijeszt egy gyerek. Azért még nagyon gyerekem. Vannak itt olyan felnőttek, akik rendszeresen itt állomásoznak, és arra buzítanak fiatalokat, hogy dobjanak, és utána elveszik a fiatalokat. Romániából jött a gyerek, itt volt 2-3 napja, és akkor azt mondta neki, hogy kis pénzeket szeret. Csináljad, mert van nála pénz, nyújt le, itt a pénz, megmondták neki, hogy hol van, hova tette, és akkor mehet. Én azért neked nem adok 50 forintot, meg 100 forintot, hogy odaadod ennek, annak a felnőttnek. Mondom, hogy csinálsz valamit, azt magadnak csináljad, és ne azért, hogy más jól járjon. Korábban is körözték azért, de ráadók kiszokott a intézetből. Elvitték, másnap már itt volt. Ahova eddig elvitték, mindig ide kiszökött, és hagyták, hogy kiszökjön, szóval. Volt, aki fölvállalta, hogy saját gyereke mellett őt is befogadta, és nem úgy viszonyult a családhoz, ahogy kell. Nem tudom, kihez hogy csapódni. És nem tudja, hogy kihez tartozik. Nekünk ugrik, igaz? Ugrik a nyakunkba, puszilgat meg, a szeretet hiány. József utcában van valami önvédelmi csarnok, ahol be lehetne egy ilyen gyereket íratni egy ilyen önvédelmi tanfolyamra, és befizetni, és akkor oda járna szigorúan. Szerintem ez egy nagyon jó képességű gyerek, aki ilyen kár.